Sziasztok, Robin vagyok, és képzeljétek el, hogy vásároltam matricákat, méghozzá Jurassic World Domination Paninis matricás albumhoz, úgyhogy 10 tasakot vásároltam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10. És ezeket fogom itt előttetek kibontani, úgyhogy lássuk is az első tasakot. Nagyon izgatott vagyok, mert hát ez egy új dínos. És nézzük. Itt van a lábnyoma. Nagyon jól néznek ki. Most itt kint a szabadban. Csinálom az ilyen bontogatós, mert olyan szép időnk van. És 5 darab matrica látható, vagy található. Na, nézzük. Csodás időnk van egy kis bontogatáshoz. És úgy látom, hogy mindegyik tasakban van egy speciális matrica, vagy akár több. Szerintem ilyen véletlenszerűen vannak. Öröm lesz ezeket beragaszgatni. Ez ilyen térképszerűség vagy? Nem láttam még a filmet, de mindenképpen majd meg fogom nézni. Valamikor. Ez így van? Vagy így? Nézzük meg. Ja, hogy... És ilyen a hátulja. 49-es. Akkor ezt így kell nézni. Biztos, hogy az egyik dínónak a egyik része így. Nagyon jó. Csupa újdonságok vannak itt. Egy lakat. Itt az óriás szárnyas dínó. Itt is van egy ilyen speciális matrica. Egész jók vannak benne. Ezt hogy kell nézni? Ezt így kell nézni. Itt van a nagy dínó, amit néznek. És T-rex. Terület. Ez is valami része. Igen, itt vannak ilyen mindenféle dínó. És ez is valaminek a része. Na és már nem sok tasak van. Ez is egy nagy területnek a gondolom térképnek egy része. Helikopter. Ez is egy ilyen
rész. Dino. Ez is egy térkép. Gondolom. Jó nagy lehet az. Na nézzük. Hoppá, megvan. T-rex. Gyekkora, és itt a lábnyoma. Ez is egy ilyen speciális matrica. Ilyen csillogó-villogó. És itt is megint egy ilyen térkép. És most jön az utolsó előtti. Egy ilyen kis pindurka. Dino. Igen. Mint hogyha ez lett volna. Így emiatt. Vagy lehet, hogy rosszul tudom. Igen, ez majdnem ilyen térképes, majdnem minden. Na nézzük. Ugye az albumhoz van, mert kell egy ilyen óriási nagy, nem tudom, kihajthatós. Gondolom térkép, és gondolom annak a matricái is ott vannak. Na ez megvan. Ezt az előzőben láthattátok. Ez is ilyen speciális. Ezt is már kibontottuk. És van ez. Úgyhogy ez lett volna így a 10 darab tasaknak a kibontása. Majd még lesz így a jövőben, úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a tasakbontogatós videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!